Így van, köszönöm szépen, Gergő, meg hát annyiból egyébként kapcsolódunk a ti témátokhoz, hogy éppen arról van szó, hogy megéljük az öregkorunkat, még pedig jó állapotban éljük meg. Nem meglepő módon ehhez az kéne, hogy eleget járjunk orvoshoz, elsősorban szűrővizsgálatokra. És az derült ki egy felmérésből, hogy ezen bizony változtatni kell, mármint hogy most nem állunk jól ebben a témában Magyarországon. Strapfani a vendégem, aki szeretne rajta változtatni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! És egy olyan kampányt indítottak, aminek az a címe, hogy nem fog fájni. Na, de ez nem teljesen igaz, mert azért vannak kellemetlen szűrővizsgálatok, egy vérvételre sem mondhatjuk, hogy egyáltalán nem fáj, ettől még fontos. Igen, a nemzetközi ajánlások azt mondják, hogy évente 6-szor minimum el kellene menni egy felnőtt, akár jókarban lévő embernek is orvoshoz. Na most ehhez képest a magyar statisztikák azért lehangolóak, mert pontosan a kutatásunk azt mutatja, hogy minimum 40% a lakosságnak egyszer-kétszer megy el nagy nehezen az orvosi vizsgálatra. Ráadásul ezek nem azok az úgynevezett megelőző vizsgálatok, szűrések, amiből kiderülhetne még időben egy komolyabb betegség, hanem már akkor mennek el inkább a magyarok orvoshoz, amikor már problémát észlelnek, szúr valami, fáj valami, és esetleg komolyabb gondot is talál az orvos. És szűrővizsgálatra azért nem járunk elég gyakran, mert például nem elég hozzáférhető ez Magyarországon, vagy mert drága, vagy mert félünk tőle, vagy mert nincs rá idő. Igen, valószínűleg mindez együtt, ezt a kutatásban sokan úgy fogalmazták meg, hogy mert macera, és ebben benne van az, hogy valóban nagyon sok időt veszel, nagyon sok időre előre kell tervezni ahhoz, hogy mondjuk az állami egészségügyben hozzáférjünk egy szűrővizsgálathoz, és ezt akár 1-2 hónappal előre be tudjuk tervezni, illetve aznapra akkor egy szabad napot is akár ki kell venni a munkahelyről. Hogyha esetleg gyereket viszünk, akkor még a gyereket is el kell intézni, hogy az iskolából, óvodából kivegyük. Úgyhogy azért nagyon sok szervezést igényel, és van egy bizonyos kor, ez körülbelül ilyen 30 éves kor körül, amikor már esetleg gyerek is van a családban, idősebb hozzátartozók, amikor hajlamosak vagyunk inkább a gyerekkel, vagy akár az idősebb hozzátartozók egészségével foglalkozni, és bizony a 30-40-es korosztály sokszor kimarad ezek után ezekből a fontos szűrésekből. És az önök kampánya elsősorban arról szól, hogy igenis vegyük a fáradtságot, meg vegyük ki a szabadnapot, meg törődjünk bele, hogy ez nem lesz egyszerű, de menjünk el, vagy arról is szól, hogy kedves állam, könnyítsd meg a magyar lakosság számára, hogy eljusson ezekre a vizsgálatokra. Igen, mi egy weboldal vagyunk, pont avval foglalkozunk, hogy megkönnyítsük ezeket a vizsgálatokat. Jelenleg sajnos ezt csak a magánterületen tudjuk segíteni. Az állami kereteket reméljük, hogy változnak, javulnak folyamatosan. De ezért nem lobbiznak, ezért csak reménykedünk. Csak reménykedünk, igen, a kettő talán nem függ össze, de azt látjuk, hogy azért ez lehet egy alternatíva a betegek vagy az orvosok számára is egyébként. És egy kedves megközelítésben próbáljuk a gyerekek felől megközelítve noszogatni a szülőket, hogy igen, próbáljunk abba a felelősségbe is belegondolni, hogy nem csak a gyerek egészsége a fontos a családban, hanem igenis ahhoz, hogy a gyereknek egészséges szülő legyen, hosszú-hosszú éveken át, és akár egy szép öregkort is megéljen valaki, igazán fontos, hogy komolyan vegye a vizsgálatokat. Egyébként mind gyerekek, mind felnőttek esetében, és a felnőtteknél is nyilván különböző életkori sajátosságok vannak ebben, de hogy általában mennyi szűrővizsgálat lenne az ideális, milyen típusú vizsgálatok, és milyen gyakran? Hát ugye, ha csak a médiában is sokat hangoztatott vizsgálatokat vesszük, ugye egy bőrgyógyászhoz az most már mindenki tudja, hogy évente egyszer ajánlott elmenni bőrtípustól akár függetlenül is, ott vannak a fogászati vizsgálatok, amit a fogászatok évente kétszer ajánlanak azért, ehhez azért egy belgyógyászati vizsgálat is tartozna egy vérvétellel, egy belgyógyász szakorvos látogatásával. Ugye szemészhez is sokan járunk, akkor is, ha van szemüveg, vagy csak egy visszatérő kontrollra megy el az ember. Nőgyógyászat, ugye a hölgyek számára is az is, azt gondolom most már mindenki számára tudott, hogy minimum évente egyszer ajánlott. Férfiak számára az urológus talán kicsit ritkábban, de egy bizonyos kor fölött ott is évente előfordul. És már szinte össze is jött az a 6-7 vizsgálat, amire azt mondjuk, hogy tényleg nagyon fontos ahhoz, hogy a rosszabb dolgokat elkerülje az ember időben. De mondjuk, ha belgyógyászati vizsgálatokról beszélünk, akkor ha elmegyünk a belgyógyászhoz, és azt mondjuk, hogy nincsen különösebb panaszunk, azzal azért még olyan alaposan nem lett körbejárva ez a terület. Tehát ön arra is gondol, hogy mondjuk el kell menni, bármennyire is kellemetlen, és ez kellemetlen. Tehát az mennyire fáj, azon lehet vitatkozni, de kellemetlen. Tehát, hogy mondjuk tükrözésekre is kéne járni néhány évente. Igen, hát az egészségügyi ajánlások azért azt mondják, hogy a bizonyos kor fölött ezt sem lehet megúszni, ugyanúgy, ahogy a hölgyeknél ugye kiegészül 40 éves kor fölött a mammográfiával, tehát azért ez a korral együtt mindig évente talán egy-egy új plusz vizsgálat is csatlakozik a szűrővizsgálatok körébe. És
mennyire lehet ezt megoldani az állami egészségügy keretei között? Mert tudom, hogy önök elsősorban a magánegészségügyben irányítják a betegeket, és ott végül is az ember pénzét akár annyiszor megy szűrővizsgálatra, amennyiszer akar, és olyanra, mire akar. Olyan is van, aki minden évben egyszer elmegy PET-CT-t csináltatni magának, mert hát így akar biztosra menni. Ritka, de ugye tudunk ilyenről. Az állami egészségügyben mi fér bele? Ha mindenki elmenne a kötelező vizsgálatokra, akkor azt hiszem bajban lenne az állami egészségügy, mert nem is biztos, hogy a keretek ezt lehetővé tennék, és a kapacitások erre alkalmasak lennének. De azt azért látjuk, hogy nagyon-nagyon sok olyan szűrőprogram elindult már, akár a szűrőbuszokat tekintjük, tényleg kis falvakba is eljutnak ezek a szűrővizsgálatok. Tehát én látok azért egyfajta nyitottságot az állam részéről is, de azért lássuk be, hogy ez mindenkinek a saját érdeke is, hiszen az, hogy a saját egészségünk azért mégiscsak az egyik legfontosabb értékünk az életben, és ez egy felelősség is, amivel a családnak is tartozunk. Ha már magunk érdekében nem foglalkozunk az egészségünkkel, akkor azért érdemes arra gondolni, hogy azért a gyermekek számára egy sokáig élő szülő azért érték lehet. Nagyon köszönöm, hogy itt köszönöm. Volt, és megosztotta velünk ezeket a fontos gondolatokat.